mi van itt a fejem fölött? És most itt van előttem. Tudom, nekünk, kreatoroknak, youtubereknek az Aperture 120D a standard, és imádom is őket kifejezetten úgy, hogy nekem az Amaran 200X meg is van, de szálljunk arra néhány percet és ezt a videót, hogy egy valós alternatíváról beszélgessünk, ami lehet a fő fényed, vagy használhatod mindenféle videóforgatáson. Mindenféleképpen nézd meg a végéig, mert el fogom mondani, hogy miért váltottam át az Aperture-ről a fő keylight-omat a Godox FL 150-es flexible LED fényre. Maga ezek a flexibilis LED fények egyáltalán nem újak, igazából már több mint 5 éve jelen vannak a piacon, nyilván először a prémium márkák jöttek ki vele, és azok jóval drágábbak voltak, és azóta megjelent jó pár márka, ami árértékarányban sokkal jobb lehet. Eltelt néhány év, és most itt vagyok, hogy bemutassam neked az egyik legjobb árértékarányú opciót, ami szerintem a Godox FL szériából elég sokféle van. 2 éve mutatták be, de akkor is szerintem teljesen van értelme 2021-22-ben beszélni róla, főleg, hogy a COB LED-ek egyre híresebbek és elterjedtebbek, és olcsóbban is hozzájuk lehet férni, de hiszem, hogy ez egy nagyon jó valós alternatíva, vagy kiegészítő tud lenni, mert nagyon jó a fényhelyességük, a színhelyességük, erős az outputjuk, 150 wattosak, és baromi piciek. Nyilván ezen a piacon az első az a Falcon Eyes volt, de van néhány negatívuma, amiről úgyhogy én nem próbáltam, nem fogok beszélni, de olyan nemzetközi csatornák, mint a DSLR Video Shooter nagyon jól összehasonlítja, hogy azért van néhány probléma. Erre pár évvel később kijött a Godox, ami nagyon sokban hasonlít a Falcon Eyes-hoz, hasonló az árazásuk is, és a kiegészítők, amiket lehet hozzá kapni, és éppen ezért 2 dologról érdemes ma beszélnünk és megválaszolnunk. 1, hogy van-e értelme egy ilyen flexibilis fénynek, 2 pedig csinálta valami olyan újítást a Godox, amiért őt érdemes választani másokkal szemben. Mindent át fogunk beszélni, de először jöjjön az intro. Disclaimer, a Godox elküldött nekem 2 FL fényt, viszont az összes véleményem és amit itt elmondok, az enyém, nem szólhatnak bele, és ugyanakkor látják a videót, amikor ti is. Szóval kezdjük az első kérdéssel, hogy nézzük át, hogy mi is ez a Godox FL széria. Van az FL 60, ami 30x45-ös, az FL 100 az 40x60-as, az FL 150R az 30x120-as, és az FL 150S az meg 60x60-as, és a 150 pont azt jelenti, hogy amúgy 60 wattot tud magából kiadni, hogyha mond neked valamit a lux, ez 4300 kb. Úgy egy méteren, és ebből láthatjuk is, ha mondjuk az Aperture 120D-hez viszonyítjuk, egy 30%-kal még többet is tud adni a 150 wattnak köszönhetően, és több mint 2-szer akkora, mint a Godox SL 60. A TLCI értéke 98, a CRI Plus az 96 pluszos, és a színhőmérséklete 3300 Kelvintől 5600-ig megy. Hogyha maga a fénynek az irányát vesszük mindenféle softbox modifier nélkül, akkor teljes 180 fokba megy, úgyhogy rengeteg alternatíva, lehetőség van, hogy mit csináljunk vele, és ezekről érdemes is beszélni. Lehet akár egy ilyen csőt csinálni belőle, vagy fél ívbe tenni, de nyilván, hogyha a kapott frame-be kapod, akkor így ki van feszítve, és csak 500 grammot nyom, van egy kábel, amit be tudsz ejteni, hogy csatlakozzon a kontrolldobozhoz, és amúgy ezt a hozzájáró 220-as AC adapterrel is tudod üzemelni, vagy hogyha vannak V-mount aksiaid, amit nyilván külön lehet megvenni, és bármilyen márkát használhatsz vele, akkor azzal is tudod használni, ami nagyon jó, mert bárhol így lehet végül is áram nélkül is használni, vagy legalábbis
hogyha nincs 220 rendelkezésre állunkra. Ami még egy nagyon jó dolog, hogy mindegy, hogy hogyan használjuk aksival, vagy bedugjuk áramba, akkor is ugyanazt az outputot, ezt a 150 wattot tudja. A másik nagyon jó dolog, hogy teljesen csendes, nézd meg, hogy hallasz-e bármit is. Ja, és azt el is felejtettem, hogy a V-mántos csatlakozóval, velcroval, mi a velcro, segíts kérlek, tépőzár, köszönöm szépen, szóval azzal akár hozzá tudod az állványhoz rögzíteni, és akkor a control boxot még jobban el tudod érni, de használhatod az ugyanúgy hozzájáró távirányítót is. Az FL 150 az 400 euróba kerül, 170 ezer forintba, a hozzávaló softbox 45 euró, 16 ezer forint, és ha mondjuk egy olcsóbb 20 eurós, 5000 eurós kis állványt veszel, akkor ez egy nagyon egyszerű kis setup, bőven elbírja, ez olyan 200 ezer forint, 465 euró. Most ugye látod, hogy milyen ez a fény, és meg fogok mutatni majd egymás mellett is összehasonlításokat, de hogyha gondolkozol, hogy oké, de egy sima COB-s fix LED fény milyen, hasonlítsuk össze a használatát, amivel talán a negatív az egyetlen, amit tudnék mondani, hogy kicsit olyan összetenni, berakni ebbe a frame-be és a softboxba az FL 150-et, mint amikor azt a softboxot használod, amikor így egyesével kell a párcigákat bedugogatni, és az már elég nehéz. Nyilván egy simán kinyíló softbox, rátenni a Bowens-mánttal sokkal egyszerűbb, mint ahogy ez a Godox-nál megvan oldva, és a Falconize az sokkal egyszerűbb, egy ilyen kis zseb van, amiben be lehet dugni, és amikor már a negyediket teszem, amikor először megcsináltam a Godox-nál, akkor ki is jött a többi, mert nem tudtam úgy hajlítani. Falconize-nál ez biztos, hogy sokkal kényelmesebb, vagy egy jó minőségű softbox-nál, aminél nem is kell ezzel játszani, csak kinyitod, és már tudod is használni. Nyilván pár ilyen összetevés után belejön az ember, és egyáltalán nem nehéz, egy perc alatt összerakható, de gondoltam, hogy azért megemlítem. A másik dolog, amit megemlítenék, hogy amivel rárakod az állványra, az nagyon király kis csatlakozó, mert tudod a tetejére rakni, meg az oldalára is, és amúgy meg 90 fokba dől, ezért be tudod állítani teljesen azt, hogy milyen szögbe szeretnéd használni, akár top-downra is, bár top-downra lehet, hogy jobb egy C-stand. És ahogy mondtam, ugye van az opcionális softbox, amit én nagyon ajánlok, hogy vedd meg, mert azzal sokkal jobban tudod, ugye nem 180 fokba fog menni a fény, és ha rárakod még a mésejtrácsot, akkor így egy ilyen nagyon szép, sejmes fényt tudsz kapni, és hát maga tényleg az, hogy méretileg sokkal kisebb, mint egy Amaran 100X vagy 200X, főleg a Lidommal, ami egy 120 cm-rel nyilván sokkal sejmesebb fényt ad, de hát az óriási. De éppen ezért javaslom, hogy a mésejtrácsot tegyük rá, és egy ilyen szép fényt tudunk kapni. Na de álljunk meg most egy pillanatra, és nézzük meg, hogy tudunk-e ugyanannyi értéket kapni egy ilyen flexible fényből, mint egy simából. Ugyanis alapból én mindenkinek azt mondom, hogy szerezzen be egy jó COB fényt, mint például az Amaran 100X, vagy a Viltrox V-Lite 300-400-as Ninja, egy király kis softbox-szal, egy strapabíró állványjal, de ez a setup egy olyan 185 ezer forintba kerülne neked, amiből olyan 120 ezer maga a fény, olyan 50 ezer a softbox, és mondjuk 10-15 ezer forintért lehet venni egy jó strapabíró állványt. Ezzel egy nagyon jó fényt tudsz kapni, aminek jó a színhelyessége, jó minőségű a softbox, minden nagyon király. Amúgy akár olcsóban is meg tudnád oldani, lehet felmenni a netre és találni pár tízezer forintért fényeket, de én nagyon nem javaslom, mert hamar rá fogsz jönni, hogy az mennyire rossz, és itt tényleg igaz az, hogy a drágább, az olcsóbb hosszú távon meg fog neked nagyon jól térülni, úgyhogy kérlek, ne legyél spór, hogyha azon gondolkozol, hogy fényt veszel, akkor mindenféleképpen akár COB, akár flexible egy jó minőséget válasz, mert amúgy csak kidobott pénz lesz az ablakon. Na most, hogyha összehasonlítjuk a Godox FL 150-et mondjuk az Amaran 100X-el, akkor eléggé hasonló az árazás, de a Godoxnál egy 50%-kal erősebb fényt fogsz tudni kapni, ami sokkal könnyebb amúgy vinni ide-oda, de azt el kell mondani, hogy nyilván nem tudod olyan szinten alakítani.
kapsz hozzá amúgy még távirányítót is, ami az Amaranhoz nem jár, de a Viltroxhoz jár. Hasonlítsuk az egészet össze árak alapján. Az Amaran 100X a Linedom Minivel egy megfelelő állvánnyal 185 ezer forint. A Godox FL 150 a softboxával egy olcsóbb állvánnyal 200 ezer forint. A döntés a tied, úgyhogy lépjünk is tovább az izgalmas részre, amire mindenki várt, remélem, hogy összehasonlítjuk a két fényt, mint egy ilyen stúdió fő fény. Nyilván, hogy más lesz a fénynek az eloszlása, és mások lesznek az árnyékok, úgyhogy ráthagyom, hogy el tud dönteni, hogy melyik tetszik. Jelenleg ugye a Godox FL 150-et látod, rajta van a diffúzor, a mésejtrács, és olyan 20-30%-os az a fényerő, amin van. Összehasonlítás véget, itt van az Amarannak a 200D-je, ugyanabban a pozícióban olyan 25%-os erőn, világosságon, ami nagyjából 50%-nak fel meg a 100D-nél, és a Godox FL 150-nél pedig egy olyan 40%-nak felel meg, és nyilván az Amaran a Linedom SI-vel van. Kérlek, mondd meg, hogy melyik tetszett jobban, írd le a véleményedet a kommentbe. Ha kérdezik tőlem, hogy milyen fényt ajánlok kezdésnek, egy kicsit nehéz azt mondani, hogy egyből egy flexible LED fényt választatok, mert ugye, hogyha rárakod egy sima állványra és egy ilyen főfényként fogod használni, akkor ugyanilyen áron, vagy lehet, hogy még valamennyivel olcsóbban tudsz kapni egy COB sima fény, Bowens-mántal, ami hosszú távon sokkal jobban kifizetődő lehet ugye a különböző variációk, diffúzorok opciójával. De, hogyha maga ez a flexibilitás és ez a pici méret számodra kedvező, és úgy gondolod, hogy ezt hasznosítani tudod, akkor már is sokkal nehezebb a döntés. Éppen ezért beszéljük át, hogy milyen körülmények között hogyan lehet használni, és nyilván nem tudunk minden izgalmas esetet átvenni, de elmondok jó pár opciót, ahogy én szeretem használni, és azt is, hogy miért váltottam erre, mint a főfényem, úgyhogy mindenféleképpen nézd meg a videót a végéig. Na, de kezdjük azzal, hogy ugye ez flexibilis, rugalmas, hogyha levesszük arról a tartókés vázról, akkor bárhogy össze tudjuk csavarni, és mert ott van rajta a tépőzár, lehet egy ilyen 360 fokos ringlightunk, vagy tudunk egy félkört csinálni belőle, és azokkal a kicsi körökkel, amiben ugye amúgy a vázat raknánk bele, bárhova felakaszhatjuk, és mivel nagyon könnyű, ezért tényleg sok helyre berakható, és nem kell bajlódnunk amúgy egy állvánnyal. És amúgy mondtam, hogy teljesen flexibilis. Tehát tényleg ez azt jelenti, hogy bárhogy összehajthatjuk, a tépőzárnak köszönhetően ott marad, berakhatjuk például egy kocsiba, hogyha ott szeretnénk egy sokkal erősebb fényt használni. És ott van az egyik kedvenc felhasználási módom, ami nem az FL 150S, hanem az R, ami 30x120 centis, tökéletes termék fotózása és videózása, főleg akkor, hogyha valamilyen nehéz szögbe szeretnénk a fényt berakni, és mondjuk úgy érezzük, hogy egy nagy softboxos COB fényjel félünk attól, hogy mondjuk eldőlne az állványunk, vagy egyáltalán nem is fér oda. Szóval, hogyha kis helyekre berakjuk, tényleg mondjuk asztal alá, vagy a szekrényünkbe, teljesen a te fantáziádon múlik, hogy hova akarod betenni, hol használod, na jó, az így furcsán hangzott, de érted, ez egy óriási előnye, és pontosan itt érünk oda a fő érvemhez, amit tízeltem neked, hogy elmondok, hogy miért váltottam erre az otthoni kis home studio iroda setupomba. Hát pontosan azért, mert limitált a hely, és a Godox FL-eknek annyira pici az a tér, amit igényelnek, nem kell egy ekkora óriási softbox, és akkor is ugye nekem egy ilyen állítható magasságú asztalom van, ha felállítom, nem kell vele bajlódni, és maga a tér is sokkal nagyobb lesz, mert nem veszi el az óriási softbox attól a teret magába a szobába, ez szerintem nagyon királyosnak sokkal jobban néz ki maga a szoba is.
ha ezek számodra is olyan szempontok, amiket úgy érzed, hogy előnyödre válhatnak és tudod hasznosítani, akkor szerintem mindenféleképpen megéri a pénzét. De én nagyon szeretem az Aputure fényeimet, és folyamatosan használom, amikor termékvideózást csinálok, vagy valamilyen lokáción forgatásom van, és biztos vagyok benne, hogy ha valaha lesz egy ennél nagyobb stúdióm, akkor az lesz az alapválasztásom a YouTube-os Keylight-ra is, egy nagy 120-as softbox-al, de most ide, ebbe a kis szobába egyszerűen túl nagyok, főleg a Lightdom-mal. Óriási. Ez volt a válasz ugye az első kérdésre, szóval igen, hogyha ki tudod használni a flexibilitás és a kicsi mérete által való előnyöket, akkor mindenféleképpen jó választás. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy egy tradicionális COB folyamatos fény sokkal több felhasználásra jó a modifikációknak és a különböző softboxoknak köszönhetően. A döntés a tied. És amúgy is ez a videó már elég hosszú lett, úgyhogy hadd válaszoljam meg a második kérdésünket gyorsan, hogy csinálta bármi olyat a Godox, ami mondjuk a Falcon Ice-hoz képest egy továbblépés lehet. Szerintem a legjobb, vagy a legfontosabb, amit itt kiemeljek, az a Control Box, a nagyon strapabíró, könnyű kezelni, jó a kis tekerő funkció benne, felakaszthatjuk, velcroval rárakhatjuk ide az állványunkra is, és amúgy 10% és 100% között 1%-onként tudunk váltakozni, mind a kontrollboxon, mind pedig a távirányítóval is. A másik pedig az, hogy teljesen halk. Hallasz valamit? Úgyhogy úgy gondolom, hogy jelenleg a Godox-nak az FL szériája az ilyen flexibilis LED panelokból az egyik legjobb opció, ha nem a legjobb. Te döntsd el, hogy ki tudod-e használni a kisméretet, a flexibilitását, de lényegében ez a videó ennyi volt, remélem, hogy hasznosnak találtad, és hogyha igen, akkor esetleg rányomhatnál a like gombra és a feliratkozás gombra a kis csengővel, mivel rengeteg hasonló videózáshoz, kreatori dolgokhoz kapcsolódó mindenféle eszköznek a bemutatóját, tippek, trükkjét mutatom meg, valamint azt is, hogy ha elmegyek egy konkrét forgatásra, akkor ilyen behind the scenes-es vlogban megmutatom, hogy hogy építem fel, hogy veszem fel, hogy editálom, hogyan csinálom mondjuk a hangeffekteket, úgyhogy ha ezek érdekelnek, mindenféleképpen nyomja a feliratkozás gombra, amúgy a leírásban ott van minden link, hogyha érdekel a termék, nézd meg, és remélem, hogy találkozunk a következő videóban. Köszi, hogy itt voltál, szia, sziasztok!